Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Krappáné Pap Ágnes, a Kovács Mihály Tagiskola intézményvezető helyettese, akivel a közelgő Kovács napokról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Krappáné Pap Ágnes, a Kovács Mihály Tagiskola tagintézmény vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, mindig örömmel jövök Önökhöz. Azért hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra, mert ismét eltelt egy év, ismét készülődnek a Kovács Mihály emléknapokra. Egy picit beszéljen nekünk arról, hogy hol tartanak most a szervezésben. Hát a szervezés az mindig időben elkezdődik, tehát már decemberben elkezdjük a következő évi rendezvénysorozatnak a szervezését, hisz a hagyományokon túl azért mindig szeretnénk, hogyha valami pluszt is nyújthatnánk a város lakosságának és az iskolán tanulóinak és a szülőknek, pedagógusoknak. De természetesen ugye azért mindig vannak dolgok, amit utolsó simítások, amik még előttünk állnak, de én úgy gondolom, hogy nagyon jól állunk, és készek vagyunk a rendezvénysorozat megtartására. Mennyien vesznek részt ennek a szervezésében, illetve a kivitelezésében ennek a rendezvénynek? Nagyon sokan. A tagintézményünk, illetve a intézmény dolgozói maximálisan kiveszik a részüket, és én ezt köszönöm itt a tévénézők előtt is. És természetesen ugye a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület tagjai, akik szívükön viselik ezt a rendezvénysorozatot. Az előbb említette, hogy hagyományainkhoz híven, hova vezethető vissza ennek a rendezvénynek a hagyománya? Mikor teremtődött ez meg? Hát ez nagyon-nagyon régre, hisz 91-ben jött létre a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület, azon céllal, hogy Kovács Mihály emlékét megőrizzük. Majd ezt követő esztendőben, 92-ben az általános iskolánk fölvette a Kovács Mihály Huszár ezredes nevét, és innentől kezdve minden esztendőben megtartjuk ezt a rendezvénysorozatot. Azon tévénézők kedvéért, akik esetleg nem tudják, hogy honnan is származik az iskolának a neve, a Kovács Mihály általános iskola, mit lehet ő róla tudnunk, mit kell tudnunk róla, ki volt Kovács Mihály Huszár ezredes? Kovács Mihály ugye az történelmi kutatásoknak is köszönhetően most már tudjuk, hogy Karcagon született. A emlékhely is a Kovács Mihály emlékkapu, amely a Deák körút Lilium út kereszteződésénél található, ott volt a szülőháza. És ő volt az a Huszár ezredes, aki az amerikai függetlenségi háborúban Pulaski oldalán Amerikában a lovas huszárságot létrehívta, megteremtette. Ebből következik, hogy Amerikában nagy tisztelet övezi ma is az ő emlékét. Miért pont az ő nevét vette fel az iskolájuk annó? Hát úgy gondolom, hogy eléggé egyértelmű volt, amikor ugye fölmerült a kérdés, hogy milyen nevet vegyünk föl, hisz addig Calvin 9 néven futottunk. Az akkori polgármesterünk, ugye jelenleg miniszter úr, dr. Fazekas Sándor kezdeményezésére mi örömmel mondtunk igent, és vettük föl. Az addig méltántalanul el, vagy... Ugye nem őrizték igazán az emlékét, nem csak Karcagon, hanem Magyarországon sem, és innentől kezdve úgy gondolom, hogy helyére került Karcag városában is, és Magyarországon is. Mindig a tavaszi időszakban tartják ezt a rendezvénysorozatot. Mi ennek az oka? Hát tulajdonképpen ugye az ő halálának évfordulója az, ami életre hívta, és ragaszkodva a hagyományokhoz mi megtartottuk ezt a szép szokást, örülve, hogy a szép időnek minden esztendőben, és úgy gondoljuk, hogy
ez talán örömére szolgál a Kovács Mihály huszárbandériumnak is, hisz annál szebb dolgot, mint egy verőfényes napsütésben a lovas huszárok díszsorát vagy felvonulását figyelemmel kísérni egy ilyen ünnepségsorozaton nincs is szebb. Ugye ez egy több napot felülelő rendezvénysorozat, az idén mikorra esik dátumilag? Május 11-től 17-ig tart a rendezvénysorozatunk. Most akkor arra kérem, hogy számoljon be nekünk arról, hogy milyen események fognak esni az egy-egy napra a rendezvénysorozat ideje alatt. Természetesen örömmel fogom tenni, egy picit azért belepillantok a meghívó tervezetünkben is. Tehát a nagy rendezvényünk az május 11-én pénteken lesz 14:30 a Dévénél Művelődési Központban. Tehát nem bíznak semmit a véletlenre. Nem, igen, jártunk már úgy, hogy majdnem ránk szakadt az ég. Ugye a Múzeumparkban tartottuk hagyományosan több-több éven át. De eleget téve a pedagógusaink kívánságának is, akik méltó kis ünnepséget szoktak ilyenkor életre hívni. Tehát, és úgy gondoljuk, hogy a Dérini Kultúrközpont méltó helyszín egy ilyen városi rendezvénynek. Tehát 14:30 kezdődik egy térzenével, majd pedig bent a színházteremben kerül sor az ünnepségre. A ünnepi köszöntő után, amit ebben az esztendőben Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke, akinek innen is szívből gratulálunk a országgyűlési mandátumához, amit majd át fog venni. Örömünkre szolgál, hogy fogja ezt a rendezvény sorozatot úgymond megnyitni. Budó díjak átadására kerül sor, illetve a tanulói műsorára, és reméljük, hogy majd még lesz egy kis meglepetés is. Ezt követően a Huszárbandérium felvezetésével átvonulunk a iskola elé, hisz az iskola falán van a Györfi Lajos szobrászművész által készített Kovács Mihály dombormű, ott kerül sor a koszorúzásra, és ezt követően én úgy gondolom, hogy örömünkre szolgál, hogy egy Kossuth Díjas festőnek lesz a kiállítása, a Somogyi Győzőnek, akinek 100 magyar hős címmel lesz egy kiállítása, amit Györfi Sándor szobrászművészünknek is köszönhetünk, hogy segítségünkre volt, hogy ezt megteremthessük, és ő fogja ezt a kiállítást megnyitni. Tehát ez lesz az első nap. Azt követően pedig szombaton a hagyományosan két évente megrendezésre kerülő jótékonysági Kovács bára kerül sor, és ezúton is tisztelettel meghívom minden bálozni szerető ember családot, hogy vegyen részt, hisz köztudottan jó kis bár szokott lenni. Jótékonysági céllal rendezik ezt meg. Most mire gyűjtenek az idén? Hát az is köztudott, ugye, hogy az iskolánk, az épületünk ugye megnyert egy fopos infrastruktúrális pályázatot, és úgy döntött az egyesület, akik szervezik, a Kovácsos Gyermekekért Egyesület, melynek az elnöke Laci Dénesné, hogy a megújult épületünkbe mindenképp szeretnék majd azokat a játékokat, eszközöket, kiegészítéseket, amit úgy gondolunk, hogy még helye lesz, és szükség lesz rá, akkor azt ők nagyon szívesen fogják ebből a bárból. Tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert ez mind a gyerekeinknek és a gyerekeinkért fog szólni, ezért is biztatunk mindenkit, hogy vegyen részt a bárban. Egy picit a múltra tekintsünk már vissza, ugye azt mondta, hogy 2 évente rendezik meg ezt a jótékony célú bált. Eddig milyen fejlesztéseket tudtak végrehajtani a bevételből, amelyeket ki lehetne emelni? Hát ugye a legnagyobb fejlesztések az elmúlt esztendőkben, hisz ez is már hosszú évekre tekint vissza, nagyon sok informatikai eszközt tudtunk megvásárolni. A kerékpártároló köztudott, hogy gyerekeink többsége nagyon helyesen kerékpárral jár iskolába, és az ő segítségükkel, illetve az önkormányzat támogatásával sikerült egy fedett kerékpártárolót.
Az elmúlt Kovács bárból pedig a riasztó rendszerünket frissítettük meg, illetve a kerékpártárolóba egy kamerarendszert tettük be a biztonság kedvéért, hogy az ott letett kerékpárok biztonságban legyenek, és ez jól is működik, tehát rendkívül hálásak vagyunk az egyesületnek. Aki esetleg nem kíván mondjuk részt venni a bálon, de szeretné az iskola céljait, vagy az alapítvány céljait támogatni, segíthetnek-e? Hát természetes. Nyitottak vagyunk rá, és az egyesület is támogató jegyeket lehet vásárolni különböző értékekben, és vagy Lacikné Erzsikét, vagy az iskolánkban egyik kolléganőt, Magyar Sándornét lehet ezügyben keresni, és örömünkre szolgálna, és már most meg is köszönjük előre is ezt a támogatást. Hát kívánjuk, hogy minél többet gyűjtsenek össze, és tudják fejleszteni, szépíteni az intézményüket. Menjünk akkor tovább, milyen programokra várják még az érdeklődőket? Ezt követő hét lesz ugye az iskolai rendezvények sora. Hétfőn a Karcagi Tankerületi Központban összefogva épp az épületünk felújítása, illetve az oktatásban bekövetkezett változások okán is egy szakmai fórumot tartunk 10 órától a szakmában elhivatott előadókkal. Örömünkre szolgál, és bízunk benne, hogy nem csak a városból, hanem a környező települések pedagógusai is megtisztelik majd ezt a rendezvényt, és el is olvasnám, hogy milyen szakemberek fognak, és milyen témában. Szunyiné dr. Bertalan Judit, digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos, Brassói Sándor, akit Karcagon azért nagyon jól ismerünk, és többször tette tiszteletét már, oktatási hivatal köznevelési elnök helyettese, dr. Szikora Ágnes, oktatási hivatal tanügyigazgatási és köznevelési hatósági főosztályának főosztályvezetője, és hát természetesen Sági István, a Karcagi Tankerületi Központ igazgatója, tehát ők fognak a mai aktualitásokról majd beszélni, és köszönjük szépen innen is, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi lesz a következő program? Gondolom, hogy utána következnek majd a gyerekeknek igen, szóló és jön, programok. Igen, így van, tehát jönnek a hagyományos, az egyik pontosan, hisz ez az eseménysorozat azért hívtuk életre, hogy megőrizzük Kovács Mihály emlékét, és a gyerekek is közelebb kerülhessenek korához, életéhez. Május 15-én kedden lesz egy váltófutóverseny, ez is hagyományosan, de megfűszerezve, hogy előtte óvodásoknak szeretnénk egy kis futóversenyt szervezni. Tehát ez egy picit újítás a programban. Így van, hogy ők is már bekapcsolódjanak a mi iskolai életünkbe, és halljanak Kovács Mihályról. Május 16-án szerdán a Kovács Mihály Huszárbandérium felvonulásával kerül sor a koszorúzásra Kovács emlékeinél a kapunál, ahol is Pántri Ildikó képviselőasszony, mint ennek a programnak szerencsénkre ugye elhivatott háziasszonya fogja köszönteni a jelenlévőket. Kis műsorral és természetesen ott is részt vesznek a iskola tanulói, és számítunk a város lakosságára is. Május 17-én pedig Mária Terézia kori Magyarország és Kovács Mihály történelmi vetélkedőre kerül sor, illetve ezt megelőzően Kovács Mihály huszár ezredes életének főbb mozzanatai rajzpályázatot hirdettünk, ennek a kiállítása, illetve az eredményhirdetésre kerül sor. És hát természetesen úgy, mint az elmúlt években eddig is, a kézműves szakkörünk Niriné Kátai Katéka vezetésével kiállítással kedveskedik már 11-én a résztvevőknek, és bízunk benne, hogy ezt meg is fogják tekinteni a résztvevők. Mindig igényes szép munkák születnek, és ez az aulában kerül kiállításra, amit aztán tanév végéig meg is tekinthetnek az érdeklődők is, és a más tagintézmények vagy társintézmények tanulói is. Ugye a Kovácsról tudjuk, hogy tehetségpont. Említették néhány versenyt, aminek már ugye megtörtént a kiírása, tehát most már eredményhirdetésre várnak majd. Ugye az iskolájuk része a Karcagi
általános iskolának, mennyire vesznek részt a különböző társintézmények ezekben a versenyekben, ezekben a programokban? Vagy ez csak magának a Kovács Mihály tagiskolának, a diákjainak szólnak? Nem. Maximálisan részt vesznek a társintézmények, illetve a tagintézmények is, és ezúton is köszönöm nekik, hisz így van értelme, hogy egy-egy versenyt szervezni, amely nem csak arról szól, hogy a tehetséges gyerekek megmérettessenek, hanem én úgy gondolom a intézmények közötti kapcsolatápolásban is nagyon-nagyon fontos szerepe van. És örülünk, hogy mindig megtisztelnek minden egyes versenyünkön. Ugye, ahogy ön is említette, a helyesírási verseny, a Molnár Anna matematika, a helyt adunk a Fizika Plusznak, matematika alapműveleti vetélkedésnek, tehát sok-sok vetélkedő van, amit mi örömmel szervezünk, és mindig örülünk, ha részt vesznek rajta. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, sikeres rendezvényt kívánunk Önöknek, és a kültéri programokhoz pedig jó időt. Köszönöm szépen, és mindenkit tisztelettel meghívok, szeretettel várunk, és köszönöm, hogy meghívtak. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Kedves nézőink, merem megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, Harsányi Gáborral beszélgetünk itt a határban, hiszen az elmúlt napokban nagyon sok eső volt. Hogy állunk most? Hol védekezik a kötivizék? Karcag és környékén gyakorlatilag 55 napja van védekezés, belvízi védekezés folyamatban. A legnagyobb elöntött terület itt a határban 2650 hektár volt, de már szerencsére csökken. A legnagyobb átemelt vízmennyiség napi 1.350.000 köbméter volt, és ugye ez is a jó időnek köszönhetően, vagy a javuló időnek köszönhetően folyamatosan csökken. Ebből mi volt a legkritikusabb helyzet? Be kellett-e avatkozni? Kellett-e esetleg átvágni gátat, bármi olyan, ami esetleg rendkívül esemény volt? A legkritikusabb esemény igazából a március 17-ét követő ónos esős időjárás okozta áramkimaradás volt, hiszen közel 4 napra elment az összes szivattyú telepünkön az áram. Ideiglenesen nagy teljesítményű agregátorokkal kellett a folyamatos üzemet biztosítani. Szerencsére a szakaszvédelem vezetés a helyén volt, és gyorsan tudtunk reagálni erre a dologra. Kritikus vízszintek nem alakultak ki, jelentős visszaduzzasztás így a csatornákon szerencsére nem alakult ki. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt évek munkájának köszönhetően azért viszonylag jó állapotban van a karcagi határban a vízelvezető rendszer. Igen, folyamatosan stabil a finanszírozása a vízügyi igazgatóságnak, és ezáltal több száz kilométer csatorna kotrását, gaztalanítását tudtuk elvégezni. A művek nagyon jó állapotban vannak, a gazdálkodókkal szerencsére nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és így ők is megtesznek mindent annak érdekében, hogy a belvíz ne okozzon nekik minél nagyobb kárt. Egyébként a szakaszmérnökség mekkora területen védekezik? A szakaszmérnökség összesen 1100 négyzetkilométeren védekezik, két belvízvédelmi szakaszon, 10.08-ason itt Karcag környékén és a 10.07-esen Kunhegyes környékén. Ez gyakorlatilag közel 25 szivattyú telepet érint. Lesz-e valami olyan felújítás, ami esetleg a következő évekre vonatkozik? Igen, a villogó főcsatornának egy nagy projektje van folyamatban. Itt hamarosan el is fog indulni a kivitelezés, ez egy közel 500 millió forint értékű beruházás, mely javítja a lefolyási viszonyokat, illetve az öntöző víztározási lehetőségeket is optimálisabbá fogja tenni. Kellett-e mondjuk elrendelni plusz munkaerőt, vagy a meglévő az elég volt? Igen, a védekezést a saját létszámból biztosítottuk. Gyakorlatilag a mozgósítási tervben, aki benne szerepel, az aki él és mozog, mindenki részt vett a védekezésben. Azért most ez a nagy szél sokat segített, hiszen itt azért 2 nap alatt látványos volt a határban a javulás. Igen, hál' Istennek már most az elmúlt napokban napsütéses és szeles időjárás volt, és gyakorlatilag drasztikusan csökkent az elöntött területek mértéke. Akkor reméljük, hogy ez folytatódik is. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket, a Csokonai úti tagi óvodában vagyunk, és Benini Kecskeméti Annával beszélgettünk az Ovi galéria előtt, melyben érdekes dolgokat látunk. Mi is lesz a mai napon? A mai napon a művészeti programunk egyik sajátossága, hogy negyed évente az Ovi galériánkban újabb és újabb kiállítást rendezünk. A mai alkalommal idős
asszonyokat hívtunk meg, akik még őrzik a hagyományokat, és csigacsinálást mutatnak be. Az SMK-val megbeszéltük, a szülői munkaközösségi vezetőkkel, hogy ők szeretnék, ha megismertetnénk a gyermekeikkel, és ővelük is, hogy hogyan készült hagyományosan régen a csiga, milyen alkalomkor volt a csiga, azt hallják a gyerekek az idősektől, akik tényleg őrzik a régi hagyományokat, hogy régen disznótorokkor összeültek az asszonyok, lányok, és készítették a csigát, és a lakodalmak alkalmával is nagyon sokan összejöttek, és ekkor beszélgettek, volt pletyka is egy kicsi, a végén pedig táncoltak, eltáncolták a csiga végét. Valami ilyesmi történetet hallottam, és a mai alkalommal elérkezett Bene Péterné, aki 89 éves, és még a családot a házi tésztával, nem csak a csiga csinálással, hanem lebbencs tésztával metélt el, és mindenféle finomsággal ellátja. Tehát nálunk még nagyon él a családban ez a hagyomány. És meghívtuk még Molnárné Erzsikét, nyugdíjas óvodavezetőnket, akit szintén várjuk erre az alkalomra, hogy ő is megmutatja majd a gyerekeknek egy másik asztalnál, mert nagyon kíváncsiak lesznek a gyerekek is, szülők is, akik ide látogatnak, hogy hogyan is készítették, hogyan csinálták, a csiga csinálás módját megtekinthetik. És hát itt az Ovi Galériában pedig mindent összeszedtek, ami ezzel kapcsolatos, hiszen mi már néztük, hogy receptektől kezdve azok az eszközök, amelyekkel még most is dolgoznak az idősek, azok is megtalálhatók itt. Biztos, hogy a gyerekek nagyon élvezni fogják. Igen, a gyerekek mindig nagyon élvezik, és nem csak a gyerekek, hanem az ide látogató vezetőink, vagy a szülők, akik ellátogatnak hozzánk, megtekintik, és mindig a témával kapcsolatos aktuális dolgokat nézhetik meg. Kiírtuk a szülőknek gyűjtőmunkába, hogy a csigacsinálással kapcsolatosan, amit csak tudnak, gyűjtsenek, hozzanak. Került ide csigacsináló, kötény, kendő, szakácskönyv, és akkor ezt mind mindig nyitva áll az ajtó, és mindenki bejöhet, és megtekintheti. Hisz szívügyünknek tartjuk a hagyományápolást, őrizzük a hagyományokat kolléganőimmel együtt. És most itt a tavaszi galéria nyitón a csigacsinálás alkalmából, hogy komplex legyen ez az alkalom, hívtunk vendégeket. Ősszel mi voltunk a mi óvónénieink a Nagykun Református Általános Iskolában, a Mesevarázs munkaközösség Hátót Jánosné vezetésével adtak elő mesét, és ígéretet kaptunk, hogy tavasszal ők visszajönnek hozzánk, és ők is egy kis műsorral kedveskednek nekünk. Így lesz komplex a mai napunk. Művészeti értéket közvetítünk, mert lesz irodalom, zene, és hát a kézi munka. És várjuk az iskolásokat. Ferenci Péterné Irénke készítette fel őket, hamarosan megérkeznek, és a gyerekek is nagyon várják már, hogy ez az alkalom elkezdődjön. És hát azért érezzük a tavasz illatát, hiszen itt vannak a virágok, amelyek már a tavaszt is meghozták. Én azt kívánom, hogy sok-sok hasonló alkalom legyen még, és hát Bene Péterné és Erzsike is még sokáig őrizzék meg ezt a csigacsinálást. Nagyon szépen köszönjük, megköszönjük, és tényleg így van, hogy a szülők nagyon sok virággal érkeztek. Az udvarunkat is szépítették tavaszi virágokkal, és már hozták a szálas virágokat is ebben az igazán most már tavasziassá váló időben. És Bene Péterné Erzsike néni és Molnár Józsefné Erzsike is majd mikrocsoportokban, kis csoportokban, hogy minden gyerek és minden szülő jól lássa, be fogják mutatni a csigacsinálást. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Köszöntöm nézőnket, Szabó Péterné gyermekkönyvtáros drámapedagógussal beszélgettünk, és egy picit a kunkuckorról, hiszen mindig megszoktuk, hogy sok olyan diák van, aki tehetséget érez magában, és ön pedig kihozza belőlük a tehetséget. Mire készülnek most, milyen darabot próbálnak?
és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a Karcag TV nézőit, és jól esik az érdeklődés. Egy nagyon-nagyon hosszú időre visszanéző szakkörről van szó. Hosszú évek óta foglalkozom gyermekszínjátszással, és már többször sikerült azt elmondanom, hogy mennyire hiszek ennek a személyiségfejlesztő hatásában. És mindig-mindig megújulunk, meg mindig új tagokkal bővülünk. Most is 19-en vagyunk. A város általános iskolásai vannak nálam, harmadik osztálytól egészen 8. osztályig. Beszélgettünk sokszor arról is, hogy volt olyan, nem nevesítjük, hogy ki, aki nagyon nem is tudott megszólalni sem, és a végre teljesen felszabadult, és a végén már esetleg főszerepet is lehetett rábízni. Annyira jó, hogy ezt kérdezi, mert igazából tényleg azt gondolom, hogy azon túl, hogy évente körülbelül 2-3 jelenetet betanulunk, és felkészülünk egy-egy előadásra, azok a tréningek, amelyek az önismeretet, a társakkal való együttműködést, a kommunikációs készségeket célozzák meg, hatnak. A szülők visszajelzései alapján nagyon sok gyerek lett sokkal bátrabb, merészebb kiállású, vagy akinek meg nagyon nagy a hangja, azt egy kicsit sikerül visszább vennem, mert hogy ez is cél. Én tavaly az almás előadásra emlékszem, az nagyon népszerű volt. Elárulhatunk az ideiről valamit, vagy legyen meglepetés? Nincs meglepetés, elárulhatunk. Nagyon nehéz mindig egy darabot kiválasztani. Szerintem egy mesemondó versenyen a meseválasztáson is nagyon sok múlik, ugyanígy a darabválasztás legalább ekkora gond szerintem egy műhelyvezetőnek, és nálunk most is, mint már évek óta, nagyon kevés fiú van, úgyhogy ez is mindig gond. Lázár Ervinnek találtam egy történetét, a Nagyra vágyó fekete rigó, ez a címe a történetnek, a mesének, és ezt a mesét tulajdonképpen én átírtam arra a gyerekcsapatra, akivel dolgozom. Egy kicsit már most merészebben nyúlok én is a történetekhez. Sok éve gyerekszínjátszózom, sok tréningen vettem részt, és látom azt, hogy mit lehet egy-egy történetből kihozni, vagy mit nem. Úgyhogy mi most egy kicsit egy montást csinálunk. Ez a történet eredetileg madarakról szól, és egy rigóról, aki barátot szeretne találni, és mindig ismerős a történet, hogy szeretne egy kicsit sárga lenni a fekete rigó, egy kicsit zöld lenni, egy kicsit piros, és igazából nem veszi észre azt, ami a szem előtt van, hogy lehet, hogy ott van a barátja, és hogy önmagát kell adnia. És ezt a történetet vittük át egy mai iskolás történetre, egy osztályba érkezik egy új lány, akit senki nem akar befogadni, és végül is ezt a kettőt szeretnénk összehozni. Érdekes vállalkozás a részemről is, de a gyerekek nagyon jó partnerek benne. És hát reméljük, hogy ha megnézik osztályközösségek, esetleg elgondolkoznak azon, hogy náluk is nincs esetleg pont egy ilyen, akit esetleg kiközösítenek, vagy máshogy fogadnak az osztálytársak. Hát ez a színjátszás lényege. És igazából az is a lényege, hogy ezeken a foglalkozásokon van alkalmam a gyerekekkel beszélgetni. Sok gondjuk van, és a barátkereséssel is van sok gond. Tehát itt azért egy kicsit játszunk is, mert vannak olyan gyerekek, akik tényleg csak arra hajtanak, hogy most milyen ruhákba járnak, a másik az mindig rohan, és nem ér rá egyáltalán foglalkozni emberi kapcsolatokkal. Tehát úgy én el tudom képzelni, hogy egy új gyerek, mondjuk aki hetedikesként érkezik egy új osztályba, hogy mi mindennel kell megküzdenie. És van alkalmunk ezekről beszélgetni is a szakköröm. Akkor jó munkát kívánunk, és akkor várjuk a bemutatkozást, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy hol lehet majd látni ezt a darabot. Már most harmadik éve a szakköri randevú az, amit elindított a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár, akinek mi az egyik szakköre vagyunk, és itt ezek a szakkörök bemutatkoznak, úgyhogy ennek alkalmából, amelyet majd hírelünk, tehát a szakköri randevú alkalmából május végén lesz alkalma a nagy közönségnek megtekinteni a produkciónkat, és ebben az utolsó iskolai hetekben pedig szívesen megyünk, hiszen ekkor vannak általában diákhetek, önkormányzati hetek a Kiskulcsoson is, a református iskolában is, és akkor szívesen várnak
bennünket, mi pedig szívesen megyünk. Akkor én azt gondolom, hogy sok-sok öröm van még a gyerekek előtt is, és jó tehetséges gyerekeket kívánok önnek. Köszönöm szépen. Köszöntöm nézőinket, Nagy Évával beszélgetünk, a Karcagi Nagykó Református Gimnázium igazgatójával. Mögöttünk már gyülekeznek a gimnazisták, hiszen egy rendhagyó módon fognak a költészet napjára emlékezni. Hogyan is? Tavalyi évhez hasonlóan most is itt a város főterén és a központjában egy rendhagyó irodalom óra szerűséget fogunk tartani, és egy flashmobbal fogunk megemlékezni a költészet napjáról. Különböző versekkel készültek a gyerekek, és ezeket a verseket ajándékba adjuk a városnak, kiplakátoljuk a városba ezeket a verseket, hogy egy pár napig, amíg az időjárás engedi, addig a város lakói is olvashassák ezeket a verseket. És mi lesz az a közös produkció, hiszen ezzel fog kezdődni, erről tudunk-e valamit? Igen, a gyerekek készültek, megpróbáljuk kirakni a költészet napja szót, illetve verset fogunk felolvasni, vagy közösen elszavalni, és aztán elkezdődik a plakátolás, illetve a gimnázium aszfaltjára, az a gimnázium előtti aszfaltra verseket írunk, idézeteket írunk ki. Reméljük, hogy sokan érteni fogják ezeket a kirakott verseket, és esetleg le is lehet venni, mint tavaly? Így van, természetesen ezeket haza lehet vinni, hiszen ezt mi ajándékozzuk a városnak. Én azt gondolom, hogy ez több városban működik már évek óta, és bízunk benne, hogy itt is hagyomány lesz. Reméljük, így lesz, és hát sokan már itt vannak mögöttünk, hogy hamarosan kezdődik is ez a spontán megmozdulása a gimiseknek. Igen, reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőnket, Tóth Éva főhadnagyja, beszélgetünk, hiszen a Karcagi Rendőrkapitányság idén is megrendezi a gyerekeknek a kerékpáros versenyt. Mi is a verseny neve, és kik jöhetnek a mai napon? A mai nap két versenyt rendezünk, a kerékpáros iskola kupát, ezeket 10-12 éves gyermekeknek, illetve a kiamester két keréken, 11 évet betöltött személyek részére tartjuk meg ezeket az ügyességi versenyeket. Ez két részből áll, hiszen azért a Kressz ismeretekre is számot kell adni a diákoknak. Így van, először a tesztlapot töltenek ki, ugye abból is kapnak majd pontot, illetve itt a rendőrség előtt felállított ügyességi pályán kell nekik részt venni. Az is fontos, hogy hiba nélkül teljesítsük, illetve az időt is nézzük, és ebből a kettőből fog összeadódni az összpontszám, amely alapján bekerülhetnek a megyei döntőbe. Sok karcagi csapat végzett ott már első helyen, úgyhogy reméljük, hogy most is ügyes gyerekek jönnek. Így van, tavaly is bejutott egy kisfiú az országos döntőbe, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy innen is került már be. Akkor jó versenyzést kívánunk, bár az időjárás most egy picit nem kegyes hozzánk. Reméljük, hogy szerencsénk lesz, úgyhogy először inkább a kerékpáros ügyességi versenyen kezdünk, és utána megyünk be a tesztlapot megírni, kitölteni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Köszöntöm nézőinket, a Szent Annai Középiskolában Kolostyák Néplesovszki Zsuzsanna osztályfőnökkel beszélgetünk, hiszen a végzősök ismét elbúcsúztak a város vezetőitől. Évek óta ez egy szép hagyomány már az iskola részéről. Hány végzős van most? Ebben a tanévben 116 ballagú diákunk van. Ők hány osztályba járnak? 7 osztály. És ön a D-sek osztályfőnöke. Mit vittek ajándékba a város vezetőinek? Minden évben hagyományosan kapnak a városvezetői egy fokost, egy tarisznyát, illetve egy szálvirágot. Hanyadik tanévében ballagnak most a végzősök? Az iskola 119 éves fennállása van most ebben a tanévben. És hogyan lesz a ballagás menete? Mire számíthatnak a városlakók? A hagyományoknak megfelelően történik most is a ballagás. 8 órakor indul a felvonulás, ugye a várostól való búcsúzás, lesznek traktorok, autók, hintók, ugye a hagyományoknak megfelelően, és 10 órakor kezdődik az iskolában a búcsúzás. És a dátumot is mondjuk? Ez május 5-én lesz. Azért a 11-eseknek is lesz feladata a ballagás előtt. Igen, a 11-eseknek nagyon sok feladatuk van, a termeknek, a folyosóknak a díszítése, a tribűnnek az előkészítése, de nem csak a 11-eseknek, hanem tulajdonképpen minden osztály kiveszi a részét, fel van osztva minden évben, hogy kinek mi a feladata. Országban nem sok helyen van olyan, hogy beterítik fűvel azokat a helyeket, ahol megfordulnak a ballagók. Igen, ez így van, szerintem ez csak a mi iskolánkban van, egy nagyon szép hagyomány.
Én azt kívánom, hogy utána pedig, amikor elkezdődnek az érettségek, akkor mindenki sikerre vegye az akadályokat. Nagyon szépen köszönjük! Köszöntöm nézőinket, a Városi Csokolai Könyvtárban Fülöp Ilona csoportvezetővel beszélgetünk. Sok-sok könyv van mögöttünk, de ezek nem idén érkeztek, de melyek azok az új könyvek, amelyeket szívesen ajánlana az olvasók figyelmébe? Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Az idén is lehetőségünk van könyveket vásárolni, és már érkeztek új könyvek is a könyvtárba, ugyanúgy gyerekkönyvek, mint felnőtt könyvek. Nagyon közkedvelt a krimi és a szerelmes regények. Ezekből is érkeztek újak a könyvtárba, amit szívesen ajánlunk a kedves olvasók figyelmébe. Gondolom, hogy azért nagyon sokan jönnek be internetezni, szakdolgozathoz szedegetnek össze anyagot, ebben is tudnak segíteni? Igen, ebben is tudunk segíteni, ugyanúgy szakkönyveket is tudunk vásárolni ebből a keretösszegből, és ugyanúgy próbálunk segíteni az egyetemistáknak és a főiskoláknak is, a főiskolásoknak is a szakdolgozatok elkészítéséhez. Korábban is sokan kerestek olyan könyvet, ami itt nem volt meg, viszont máshol meg volt. Van-e még erre lehetőség a könyvtárközi kölcsönzésre? Igen, könyvtárközi kölcsönzésünk minden évben ugyanúgy működik, ahogy eddig. Sokan veszik igénybe, a visszafele postaköltséget kell kifizetni, egyéb ilyen költsége nincsen ennek a könyvtárközi kölcsönzésnek. Most, hogy jöttünk, láttam, hogy a helytörténeti részben most is vannak bent kutatók, tehát mennyire jellemző, hogy kutatják városunk múltját több évszáz évre visszamenőleg? Vannak rendszeres kutatóink, akik minden évben visszajárnak, és Karcag történelmét és Karcag környékét kutatják. Beszéljünk azért egy picit a nyugdíjasokról is, hiszen most idén nem indítanak részükre internetes tanfolyamot, viszont máshogy próbálnak nekik segíteni. Igen, minden évben gondolunk a nyugdíjasainkra, és ebbe az évben is lehetett pályázni az Erzsébet programon keresztül üdülési pályázatra. Ebben nyújtottunk segítséget a nyugdíjasoknak. Rendszeres visszajáró igénylők vannak, és most nem sokan majd következik a szálláshelyek foglalása is, amiben ugyanúgy segítséget fogunk nekik nyújtani, hogyha elérkezik a szálláshelyek foglalásának az időpontja. Hogyan készülnek majd a nyárra? Lehet-e már tudni, hogy bezárnak, vagy mi az a pontos dolog, amit elmondaná az olvasóknak? Nyáron, szinte egész nyáron nyitva vagyunk, kivéve az a két hét, amit minden évben beszoktunk zárni, július utolsó két hetébe, de amúgy egész nyáron és ősz elején várjuk a kedves olvasókat a friss és új olvasnivalókkal. És hát természetesen addig még sok alkalommal fogunk találkozni, hiszen azért még lesz ünnepi könyvét és sok-sok olyan rendezvény, amelyet itt tartanak a ifjúsági házban és a könyvtárban. Jó munkát kívánunk! Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel programjainkra és rendezvényeinkre, és olvasóinkat is az olvasás szeretetéhez a könyvtárba. Az előzőekben Dobos László polgármesterről egy babacsomagot adott át egy karcagi családnak. Kérem, hogy mutassa be a családot. Jó napot kívánok, Jakabács Gergő vagyok, és mi már 6. éve élünk és dolgozunk itt Karcagon. Én, mint mentőtiszt, a feleségem meg, mint védőnő. Most már a 2. gyerkőccel van otthon, és gyakorlatilag nagyon örültünk, hogy én már, mint több családos, vagy több gyermekes családnak egy ilyen kis felajánlást adott az önkormányzat, és nyilván a jövőben is ezt fogja majd továbbvinni. Mit kell tudni a két kislányról? Hogy hívják őket? Ő a nagyobbik, ő Jakabács Hanna, ő már 2,5 éves, lassan óvodába fog menni, és a kicsi, ő 2 hónapos, ő pedig Jakabács Janka. Gyönyörű mind a két kislány, jó egészséget kívánunk önöknek! Jó, nagyon szépen köszönjük! Köszöntöm nézőinket, a Városházán hamarosan kezdődik egy tudományos konferencia. Erről beszélgetünk dr. Őrsi Lünával, az egyik szervezővel. Sok jeles előadót hívott meg a mai napra, kik érkeznek.
A városunk, illetve a nagykunság kutatói jönnek a mai nap előadóként, hogy megosszák ismereteiket a nagykunságról. Ez egy konferencia sorozat, amelynek egyik állomása csak Karcag, és nagyon sok olyan hasznos információ van, amit átadnak itt az érdeklődőknek. Itt Karcagon a nyelvvel kapcsolatosan, és milyen jellegű előadások lesznek még? Lesz régészeti előadás, történeti előadások, néprajzi előadások, és jelenkutatás eredményeit is bemutatjuk. Járja azért az országot, mennyire tapasztalja, hogy a nagykunságban azért a hagyományápolás még mindig megvan, mennyire tapasztalja ezt máshol, mennyire fontosak a gyökerek más tájegységeken? Másutt is törekednek a hagyományápolás néhány elemét megőrizni és éltetni, azonban úgy gondolom, hogy szervezetten és több kis táj összefogásával, itt gondolok a jászság és a kunság, itt a egykori jászkunság területén példamutatóan magassal, amit csinálnak. Van egy alkalmi kiállítás is, ahol láthatunk nagyon szép hímzéseket. Itt az előbb hallottuk, hogy sikerült találni egy új fajta kunhímzést is. Igen, hát ez a munka dr. Eskovács Ilonának köszönhető. Egyrészt ő rendezte a kiállítást a karcagi és kunsági kunhímzésekből, valamint a helyi csipkeverők is bemutatkoznak. Nos, Eskovács Ilona éppen ezekben a napokban talált egy nagyon régi kunhímzést 1820-as évekből, amit most lát először a nagy közönség. Akkor azt gondolom, hogy már ez fontos a konferencia szempontjából is, és azt az is fontos, hogy a kun mi atyánkkal kezdődik, hiszen azért ezt csak Karcagon és a környékén szokták elmondani. Igen, ezt most nem elmondják, hanem elénekli az énekesnő. Kis Tamás feldolgozásában fog elhangzani a kun mi atyánk Kállai Erzsébet előadásában. Én hasznos tanácskozást kívánok Önöknek. Köszönjük szépen, és aki nem tud most részt venni ezen a rendezvényen, holnap Kisújszálláson újabb előadókat hallgathat meg, illetve most jelent meg a Nagykunság Földje és Népe című igen vaskos és nívós könyv, amelyben ezekről a témákról olvashat. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Kovács Szilvia, a polgármester asszonyán beszélgetünk a konferencia kezdet előtt. Egy nagyon szép nap vár ma azokra, akik eljönnek erre a konferenciára. Így van, egy nagyon tartalmas konferencia, sok előadóval, sok érdekes és értékes előadóval. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó téma, hiszen nagyon fontos, hogy tudjunk arról, hogy kik az őseink, honnan eredünk, honnan származunk, mik azok az értékek, amelyek bennünket gazdagítanak, és melyeket kell mindenképpen megőriznünk, és továbbadnunk az utó generáció számára. Itt azért a nyelvészettől, a történettől, a nagykunság, a jászok, a kunok, ez mindig egy örök téma, hogy kunok, jászok, hármas kerület. Azt gondolom, hogy ez egy olyan örök téma, amiről nem lehet eleget beszélni. Így van, nagyon széles a paletta, és ez is bizonyítja, hogy milyen gazdag a mi örökségünk, milyen gazdag az a hagyaték, amivel nekünk gazdálkodnunk kell, és jó gazda módjára ápolnunk kell. Egy kicsit rendbe is kell tenni ezt, hiszen vannak torzulások, nagyon fontos, hogy ezeket időben, addig, amíg lehetőségünk van rá, helyre tegyük, addig, amíg azok az öregek közöttünk vannak, akik ezeket tudatosan pontosítani tudják, hiszen ők még emlékeznek rá, nekik még talán elmondták a régiek, dédszülők, ükszülők, szépszülők, és igazság szerint most van annak a helye, hogy ezeket az információkat rendszerezve továbbadjuk mindenki számára. Igen, a jászok és a kunok jól megférnek egymással, de hajduk is voltak itt nem olyan régen ebben a teremben. Én úgy gondolom, hogy mind olyan büszke nép, amelyek akik a múltjukra méltán lehetnek büszkék, és ezekből a hagyományokból szilárd talajokra tudnak építkezni. Hasznos tanácskozást kívánunk, köszönjük szépen! Én is azt kívánok mindenkinek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr!
Kedves jelenlévők, szeretettel köszöntök mindenkit a mai tudományos tanácskozáson, amely egyúttal könyvbemutató is reprezentálja azt a hihetetlenül értékes kutatómunkát, amely nagyon fontos tudományágat tőle át, és amely most ezekben a kötetekben is testet ölt, és azt hiszem valamennyiünk számára egy szívhöz közeli témát, a nagykúrságot, a kun embereknek a életét, történelmét, múltját, gyakran a jelenét is érinti. Nagyon nagy teljesítménynek tartom ezeket a munkákat, a kiadványokat, és örülök annak, hogy a szerzők körbejárnak a nagykúrságban, bemutatják azt, amit végeztek, és az a tudományos műhely, amely dolgozik, azt hiszem, hogy külön értéke a mi világunknak, hiszen a kun identitást mindig az értelmiség, mindig a vezető réteg tudta megtartani, összefogni és gyarapítani, úgyhogy közben egy olyan befogadó közösségre tudott támaszkodni, amely számára mindez az értékekhez való ragaszkodást is, az identitáshoz való ragaszkodást is kifejezte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt a nagykúrság földje és népe, azt hiszem, hogy ez a cím, a másik kötet is kifejezi azt a hihetetlen gazdagságot, amely a múltban, a hagyományokban rejlik, és ezek közül nagyon sokat bemutat. És egyben inspirál is bennünket gondolkozása, tovább gondolása, azokat is, akik nem tudományos kutatóként dolgoznak a területen, hanem valamely más részén állnak helyet az életnek. Ránk vonatkoznak ezek a megállapítások, illetve azok a tudományos viták is, amelyek zajlanak, foglalkoztatják az itt élőket. És látjuk azt, hogy milyen komoly kiadványok sorozata tartalmaz tényeket és adatokat, következtetéseket, és még mindig van mit feltárni, van mit kutatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mi vidékünkről én különösen élvezettel olvastam azt a részt a tanulmány kötetben, amely Körsi Juliannának, akinek gratulálok a kezdeményezéshez ahhoz, hogy évtizedek óta motorja annak a tudományos munkának, amely a térségünket jellemzi. Gratulálok az a tanulmányhoz, amely itt nagykúrság kapcsolatrendszerével, egyáltalán a táji, kis táji, regionális történelmi tájjal kapcsolatos, hiszen hogyha megnézzük Magyarország térképét, akkor szépen ott fel van írva, hogy nagykúrság, ez a mi világunk, itt élünk mi, ehhez kötődünk, akkor is, hogyha esetleg máshol kell dolgozni, hogyha elmegyünk utazni valahová, hogyha elmegyünk kirándulni, akkor is a nagykúrság a szívünkhöz közel álló táj. És itt benne foglaltatja a tanulmányban összegzésként, hogy a nagykúrság sajátos történelmi közégi múltjából adódóan ma is önálló néprajzi kistáji csoport határai mintaadásával tárgulnak. Ez nagyon fontos. Tehát a történelmi nagykúrság és a hozzá kapcsolódó szomszéd települések számára is egy minta. György István mondja, hogy az igazi magyar fajta ember az a kun, a nagykun ember. Minta volt régen, minta jelenleg is. És bízom abban, hogy az erős közösség mintát tud szolgáltatni a jövőre nézve is. Ehhez képest vannak azért bájos dolgok. Agráriummal foglalkozva az ember a földrajzi adatokból, a földből is igyekszik meríteni. Természetföldrajzi elnevezéseket is latolgatnak tudományos körökben. Én olvastam ezt, hogy Tiszafüred, Kiunhegyesi sík, Szolnok, Túri sík, Tiszazug. Tiszazug az egy történelmi táj. De mondjuk szerintem el kell választanunk, mert a tisztázás és alkalmasok ezek a konferenciák és kötetek. Előrébb megy által a közgondolkozás, a tudományos gondolkozás is. El kell választanunk a szobatudósok által adott erőltetett földrajzi elnevezéseket azoktól, amelyek a tájban és a népben gyökereznek. Mert alig hiszem, hogy bárki túlkevén azzal foglalkozni, hogy a Szolnok túri síkban lakó, hogyha megkérdezik tőle. Nem az a példa, azt mondja, hogy kunsági ember vagyok, vagy a kunságban élek. De ugyanilyen kényszer szülte valami lehet ez a Tiszafüred kunhegyesi sík is, ami nem tudom, hogy mivel különbözik a többi síkság itt a környéken. Valaki egy földrajztudós biztos meg akart örökíteni ezt a szellemi teljesítményt, amit nem akarok most minősíteni, és akkor adott ilyen nevet. Ma már látjuk, hogy a hegyvidékeink is külső, belső, alsó, felső, Mátra, Bükké és Bakonyból állnak. A Kárpátokban is már minden hegycsoport önálló nevet kapott a szlovák térképeken, amelyek sosem voltak, hanem földrajzi találmányok, tudósoknak a találmányai. Ez különbözteti meg a valódi tudományos munkát a kreációktól, az anakronizmusoktól, a történelmi tényektől való elrugaszkodás a tényleges kutatói teljesítmény.
Azért tartottam ezt fontosnak elmondani, mert gyakran a kreativitás elmegy egy olyan irányba, amikor a kutató újra alkot valamit, ahelyett, hogy értelmezni és elintálni, és ezáltal megtéveszthet bennünket. Gyakran vannak viták a török hódítás mértékéről, a nagykunság mai település szerkezetét a török hódítás alakította ki, hogy jó volt, nem jó volt, biztos voltak nyugodtabb időszakok, amikor pezsgés volt ezen a tájon, de ha megnézzük a számokat, akkor jól látható, hogy Eger ostroma évében, tehát 1552. augusztusában a nagykunságot is komoly pusztítás érte, sőt az Alföld középső területén. Andrásfalvi Bertalantól nem tudom hányan próbálják ezt a pusztítást más fénybe feltüntetni, hogy a török a világbirodalom volt, ott nagyon jól lehetett élni, nem is volt olyan pusztító, nem is volt olyan barbár, nem volt olyan kegyetlen, hát összes leírásának pont az ellenkezőjét mutatja. Nyilván az ottomán birodalmi ideológiának a kisugárzása lehet a jelenkorban, az, hogy megszépül az a történelmi kor, amikor Magyarország lakosságának a felét a török kiirtottak és Sapszion elvitte. Itt csak egy példa van erre, nagyon jó, hogy benne találtatik az egyik tanulmányban. Temes közből Szolnoknak tartó Ahmed Pasa serege 1552. augusztusában Debrecenig az egész kunságot mind felrablá, és egész útjasorán mintegy 35 ezer embert hurcolt el Rapszíjon. 35 ezer ember. Tehát Magyarországnak ott olyan 3 millió lakosa már volt a Mátyási világkor után, az ország területe már kisebb volt, már korábbi háborúk voltak, de a lakosságnak 1%-a volt, és akkor nincsenek benne azok, akikről nem maradt fenn. Adat megölték, éhen halt, járvány áldozata lett. Tehát ez volt itt a török pusztítás időszaka, nem kell ezt szépíteni, a török egy barbár, mindent fölprédáló, élősködő, gyorsan terjeszkedő világhatalom volt, ami egyáltalán nem foglalkozott az, hogy a polgároknak milyen jó léte van, hogy termeljenek vagy gazdálkodjanak. Magyarországon néhány váron kívül pár mecsetet épített és néhány török fürdőt, a török 150 év alatt. Tehát semmiképpen nem az építő munka jellemezte, hanem a pusztítás. Látszik is, hogy a környékünkön egyetlen épp középkori templom sem maradt, gyakran szervezetten pusztították el a keresztény emlékeket. Ezért is hasznos ez a tanulmány, és van még benne 100 000 más dolog is, amit felhasználnék a tanulmánykötetből. Nagyon örülök annak, hogy bekerült a csónak alakú fejfa szívós temetőből. A kunsági fejfa típust ismerjük. A csónak alakú fejfa a Felső-Tisza vidéken, a Szatmárcsökei temetőben egy különleges védett érték, de nem csak ott, máshol is előfordul. Máig napig lehet ilyet találni, és a figyelmet látta irányítani ez a könyv is. Szintén hasonlóan fontosnak tartom, és talán ezzel zárom is ezt a kicsit hosszú nagyút köszöntőt, az, hogy szerepel benne a karcagi kiskapu. Egy teljesen egyedülálló kapu típus. Én hallottam saját fülemmel, mikor itt egy helyi lakos, karcagi lakos, akinek már a baloldali identitás kiölte a történelmi emlékezetét, székely kapunak titulálta azt a kunkaput, ami a Németh Gyula szobornál található. Tehát ezt is a helyére kell tenni, nagyon fontos, mert az utolsó pillanatokban vagyunk. A Városvédő Egyesület létesítette egy alapot, és korábban hirdetett pályázatot, hogy ilyen faragott kapukat állítsunk, mert olyan 20 körüli lehet a városban. Van néhány újabb is, a környékben is vannak. Érdekes, hogy mondjuk a Tisza Igari Arborétumnál, mint példát megfaragták ezt a kaput, nem is a történelmi kunságok a területe. Ezáltal is látszik, hogy van egy kisugárzása a mi vidékünknek, de ne veszítsük el azt az értéket, ami a rendelkezésünkre áll. Én innen is szeretném kezdeményezni azt, hogy hassunk oda a közvéleményre, hogy aki kerítést csináltat, aki építkezik, az a meglévőknek a mintájára készítsen ilyen kunkaput, ugyanolyan jellemzője ennek a tájnak, mint a hímzés, amelynek a csodálatos alkotásait láthatjuk, a csipkeverés, csipkekészítés, illetve a karcagi birkapörkölt, vagy a kunsági birkapörkölt főzésnek a kultúrája, egyáltalán az a műveltség, amihez kapcsolódik, egy olyan fafaragási mesterség, amely ki tudja, hova vezethető vissza. Lehet, hogy a kunképeknek a világában, melyen szintén foglalkozik ez a kötet. Tehát összegezve a mondandómat, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek a munkák elkészültek, és én kívánom azt, hogy ez legyen inspiráló a jövőre nézve és az értékmentésben, csak úgy, mint az együttgondolkodásban, illetve abban, hogy az értékeink azok a maguk helyén legyenek, és a maguk helyén bemutatni őket, ilyen és más hasonló alkalmakon is. Hasznos tanácskozást kívánok mindenkinek. Sajnos nem tudok itt maradni végig, mert a munkarendem az nagyon kötött és elszólít, de a köteteket már elkezdtem forgatni. Köszönöm szépen!
miniszter úr, alpolgármester asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Ahogy körbetekintek, Karcag város, a Nagykunság fővárosának dísztermében, akkor azt látom, hogy ki vannak állítva értékeink. Itt van ebbe a teremben az az érték, amivel büszkélkedünk és amivel rendelkezünk. Sokan gondolnának arra, hogy ott a hátsó sorok mögött a kunhímzés, a vercsipke, a szűrhímzés, a miskakancsó, ezek is az értékeink. De ahogy körbenézek ezekben a sorokban, azok az értékeink vannak, akiktől én tanultam, akik mindannyiunk példaképe lehet. Van, akinek a könyveit forgattam tanulmányként, van, aki vizsgáztatott régészetből. Vannak olyan emberek, akinek a tárgyi kultúra megszabása az egy nagykunsági embernek mindenképpen iránymutat. Tehát itt ebben a teremben azok az emberek vannak, akik megmutatják, megőrzik és csoportba szedik azt a múltat, azt a műveltséget, amivel rendelkezünk. Hiszen a múlt, a történelem az nem mese. Azok mi vagyunk, hiszen minden ember a saját szülei, nagyszülei, dédszülei vállán áll. Mi a láncnak a részei vagyunk, és olyanok vagyunk, mint amilyenek az őseink. Hiszen azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mit tartunk szépnek, melyik hímzést, melyik ruhát, melyik ételt találjuk finomnak, mire mondjuk, hogy jó, mire mondjuk, hogy igazságos, mire mondjuk, hogy szép. Ezeket mind a szüleimtől, nagyszüleimtől örököltük, úgy, hogy lehet, hogy nem is tudunk róla. Minket meghatároz a múlt, meghatároz az a múlt, aminek mi is részesei vagyunk. Hiszen mondtam már a jászokról is, és a kunokra ugyanúgy vonatkozik az, hogy a kunok és a jászok is olyanok, mint a dió. Nagyon mélyre gyúlnak a gyökerei. A diófának tudjuk azt, hogy 10 méterre, 15 méterre is lenyúlnak a gyökerei. Erős a törzse, és olyan a termése, mint amilyenek mi vagyunk. Szinte megtörhetetlen. És ilyen a jászság és a kunságnak is a népe. Megtörhetetlen, vigyáz a múltjára, értékeli a múltját. És amikor egy ilyen konferencián azokat a köteteket, azokkal a tudósokkal, azokkal a néprajzi gyűjtőkkel, azokkal a települési hagyományokat felgyűjtőkkel találkozunk és meghallgathatjuk őket, akik megőrzik az értéket, akik nem csak egy-egy búza szálat tartanak, hanem összekötik a kévét, amely így értékesebb. És hát Genghis Khannak volt a mondása az, hogyha egy nyílveszőt egy gyermek is el tud törni. De ezt a nyílveszőt összefogjuk 10-15-et, akkor a legerősebb ember sem. És ez adja a mi erőnket itt a nagykunságban, itt a jászkunságban, bár én ezt a szót nem szeretem használni, mert a jász is külön, a kun is külön, csak közigazgatásilag vagyunk összerakva. Én kívánom mindannyiunknak, hogy lejjék örömüket a múlt, a közös múltunk, őseink tanulmányozásában. Hiszen nem csak a tudós emberek, nem csak a könyveket forgató laikusok lelik ebbe örömüket, hanem a magánember is. Én két rövid példát mondanék itt az elmúlt időszakból, mint magánember, hogy érinti meg az embert és hogy érintheti meg a múlt. Tavaly évben a levéltár segítségével déd nagyapámnak a múltjáról tudtam meg néhány adatot, akinek itt van a neve felírva az első világháborús emlékművön. Tudtam, hogy hogy hívták, tudtam, hogy az első világháborúban halt meg, de a levéltári kutatásokból tudtam meg, hogy melyik fronton, 916. augusztus 16-án, és most már azt is tudom, hogy hol van eltemetve. Ez az egyik ilyen példa. De a két nappal ezelőtt itt a Városháza padlásterébe mentünk megnézni, hogy hogy készítik a hőszigetelést. És az egyik vasajtóra egy kéményseprő írt a késői utókornak üzenetet. 1957-ben, nem történelmi nagy lépték, de egy Kovács Ferenc kéményseprő, aki Kunmadarason született 1922. szeptember 1-én, üzent az utókornak. És ez is a múltunk része.
a közeli múlt és a távoli múlt, aminek a megőrzése mindannyiunk feladata. Én kívánok ennek a konferenciának, a tudósoknak, a laikus érdeklődőknek nagyon sikeres és nagyon termékeny konferenciát, hogy őrizzük meg azt a kincset, ami tárgyban, ami szellemben rendelkezésünk rá, mert nem kevés. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik, amelyben a legutóbbi soron kívüli testületi ülésen készített felvételeinket vetítjük Önöknek. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Lózor Sándor jegyző urat, a hivatal munkatársait és a jelenlévő kedves meghívott vendégeket és a televízió nézőket. És engedjék meg, hogy a nőnap alkalmával sok szeretettel köszöntsem a hölgyeket a mai napon. A jelenlétük alapján megállapítom, hogy 10 képviselő jelent meg. Távolmaradással bejelentette Karcagyi Nagy Zoltán képviselőtársunk. Az ülés határozott képes az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendet azzal a változtatással, hogy az alábbi pótnapirendi pont kerüljön felvételre. Javaslat: óvodai feladatellátást végző köznevelési intézmény fenntartói jogának megtartására. Aki tudja támogatni a pótnapirendi pont felvételét, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, a teljes napirendet teszem felszavazásra, támogatjuk akkor jelenzőt. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk ezt is el. Napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e élni valaki? Szepesi Tibor képviselő, tessék parancsolni. Bocsánat. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt televízió nézők, vendégek. A médiában felröppent az a hír, és egyre többször lehet hallani, hogy az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje, Karácsony Gergely, használaton kívüli laktanyába, illetve most az utóbbi híradásokban már az is megjelent, hogy bérlakásokba telepítené a migránsokat. Tőlem is kérdezték az utcán, én kérem, nem is kérdezem, hanem kérem polgármesteret, hogy nyugtassuk meg a karcagiakat, hogy a karcagi önkormányzat előtt nincs ilyen elképzelés, legalábbis én nem tudok róla. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, egyáltalán nem volt szó erről még körünkben, és én úgy gondolom, hogy egyértelműen kijelenthetjük, hogy szó sincs arról, hogy bármilyen migránst, a bármilyen karcagi épületben legyen az laktanya, vagy bérlakás, bérlakásaink nincsenek is üresen állóak, úgyhogy csak a laktanya jöhetne szóba. Szó sincs erről, nincs ilyen szándék a Karcag város önkormányzatának, és úgy gondolom, hogy a képviselőtestületnek sem. Tehát megnyugtatok minden karcagit, ide nem fog betelepülni egyetlen migráns sem. Van-e további kérdés? Tessék parancsolni, András András képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ezzel a témával kapcsolatban nagyon örülök, hogy megnyugtatott mindnyájunkat, hogy ide, ebbe a városba migránsok nem fognak betelepülni. Én szeretném, ha abba a kérdésbe is megnyugtatná a karcagiakat és bennünket is, hogy sem az oltalmazottak közül, sem a kötvényes lehetőséggel Magyarországra betelepült idegenek sem telepednek meg a városunkba, illetve az önkormányzat minden erejével és vált-válvetve akár a kormánynyomásának is ellenáll ebben, nem úgy, mint Budapest, Tarlós István, aki bizony komoly segítséget nyújtott azoknak a oltalmazottaknak, migránsoknak. Szociális támogatással, lakástámogatással és még a csok elérésével is. Köszönöm szépen, ha ebben megnyugtat bennünket, az nagyon jó lesz.
Tisztelt képviselő úr, ravasz kérdés van itt napirendi pontok megtárgyalása előtt. Nyilván ezzel beszéltünk már mi is magunk között, tök mindegy, hogy milyen pártállású képviselők, hogy is áll, mint is áll ez a beletelepülés meg migráció. Hát itt nyilvánvalóan meg kell különböztetni legálisan és illegálisan bevándorló migránsokat. Az illegális migránsokról érdeklődött Szepesi Tibor képviselő úr, az egészen más tészta, mint a legálisan bevándorolt menekültek. Hát itt is nyilvánvalóan vannak olyanok, akik valódi okok miatt kell, hogy elhagyják az országukat, terrorizmus, háború, stb. Meg vannak a gazdasági menekültek. A magyar ország a gazdasági menekülteket, migránsokat semmiképpen, így mi sem szeretnénk a településünkön tudni, de olyan nagyon-nagyon sok jelenkezés még nem is volt ebben az ügyben, úgyhogy ez egy várhatóan nem fog bennünket elérni ez a probléma, de ne érjen az országunkat se természetesen. Tehát két különböző dologról beszélünk. Vannak vállalható menekültek és nem vállalható gazdasági menekültek. Van-e további kérdés napi rendek előtt? Ha nincs, akkor térjünk rá az első napirendi pontunkra. Javaslat Karcag Városi Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 1/2018 rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, mint ahogy mindannyian nagyon jól tudjuk, január 25-i ülésünkön fogadtuk el a költségvetésről szóló rendeletünket, és ebben egy bizonyos összeget bérfejlesztésre különítettünk el, egészen pontosan 130 millió forintot. Ezt a rendeletben a közszférában kialakult bérfeszültségek ellentétezésére különítettük el ezt az összeget. Ez átlagosan 11%-os béremelés fedezetére az önkormányzat és a karcagi többszélú kistérségi társulás fenntartás alá tartozó intézményekben, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál a pedagógus munkakörben dolgozók kivételével minden más munkakörben foglalkoztató dolgozók részére, ahol még nem történt a pedagógus életpálya modellhez hasonló nagyságrendű ágazati bérrendezés. Az intézmények vezetői megtették javaslatukat a bérfejlesztésre. A bérfejlesztésre biztosított kereten belül az intézmények vezetői saját hatáskörükben differenciálhattak a dolgozók között. A most beterjesztésre kerülő rendelettervet a fentiek szerint kidolgozott 2018. január 1-ig visszamenő hatályú bérfejlesztés fedezetét biztosítja az intézmények részére, összesen 128.247.366 forint összegben. A rendelettervezet elfogadása után a visszamenőleges emelést a márciusi illetmény utalásával kapják meg a dolgozók 2018. április 4-én. A béremelés az illetmény visszavonhatatlan részeként épül be a dolgozók bérébe, melyet ezt követően minden hónapban folyamatosan megkapnak a dolgozók. Tisztelt képviselőtestület, ez egészen pontosan 408 munkavállalót érint, ami nem csekély szám, ez nagy valószínűséggel ugyanannyi család. Sajnálom, hogy annak idején a többség megszavazta a jobbikos képviselők kivételével a költségvetés rendelet tervezetét, hiszen abban ez a tétel már szerepelt. Sajnálom, mert a képviselőtársunk, a jobbikos képviselőtársunk rendszeresen emlegetik, hogy élhetőbb Karcagon szeretnének. Ez is élhetőbbé teszi, ez a gondoskodás maga, hogy odafigyelünk arra azokra a dolgozókra, akiknek a bére alacsonyabb, hogy korrigálhassuk. Miután a költségvetést nem fogadták el, nem szavazták meg, így gondolom, hogy most ezt sem fogják megszavazni, sajnálom. Úgy gondolom, hogy ha az önkormányzatnak van lehetősége a dolgozók bérének a fejlesztésére, akkor tegye meg ezt a lépést. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Kérdés, hozzászólás van-e?
Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki tudja támogatni az előterjesztést, akkor jelezze igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Biztos voltam benne, hogy most jobbikos képviselőtársaink is igennel fognak szavazni. Remélem, hogy a dolgozók majd érzékelik, hogy az alapját ennek nem támogatták. Második napirendi pontunk, javaslat az óvodai feladatellátást végző köznevelési intézmény fenntartói jogának megtartására. Tisztelt képviselőtestület, úgy gondolom, hogy egy nyilatkozatot érdemes lesz tennünk, hiszen az elmúlt héten, szerdán két egyház is megkereste a polgármesteri hivatalt azzal a szándékkal, hogy szeretnének óvodát átvenni. Nyilvánvalóan a február vége a határidő arra, hogy benyújthassák az ilyen irányú szándékukat. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy ez az időszak semmiképpen nem alkalmas arra, hogy most ezen vitázunk, ebbe belebonyolódjunk. Így javaslom a képviselőtestületnek, hogy adjunk egy olyan nyilatkozatot, hogy egy jó darabig ezzel a témával nem kívánunk foglalkozni. A katolikus egyház is megkeresett ebben az ügyben bennünket, meg a református egyház is. Én semmiképpen nem szeretném, hogyha most az egyébként is felfokozott választási kampányban ez egy olyan, egyébként nagyon fontos téma, egy olyan ütközőpont lenne, ami megosztaná a várost, megosztaná a lakosságot, stb. Stb. Arról is van tudomásom, és ezt nagyon sajnálom, és ezt Lengyel János képviselő társamnak mondom, hogy tudomásom szerint az internetre feltette azt a levelet, amit kapott a református egyháztól. Én kérem, hogy egy bizonyos képviselői fegyelmezettséget tanúsítsunk azért a jövőben, mert érdemes először tájékozódni itt a hivatalban, vagy esetleg nálam. 24 órás szolgálatban vagyok, a telefonszámom mindenki által ismert, hogy mi lehet ennek a háttere. Semmilyen egyeztetés nem volt egyik egyházzal sem korábban erről a dologról. Úgyhogy egy ilyen levélnek a feltétele az mindig felbojdulást okozhat a városban, a szülők, a munkavállalók körében. Úgy kérem képviselőtársamat, hogy legközelebb először keressen meg, informálódjon, és akkor onnantól kezdődően természetesen szabadon dönthet, hogy igen vagy nem, mert fölösleges aggodalmokat nem kellene elültetni az emberekben. Ennek megfelelően javaslom azt, hogy a következő szövegrészlettel 2013. január 1-től egy köznevelési intézmény, a Madarászin Egyesített Óvoda fenntartója a Karcag Városi Önkormányzat. A fenntartói feladatait a jogszabályban meghatározottak szerint ellátja. Jelen önkormányzat a fenntartói jog átadását nem kívánja napirendre tűzni 2019. december 31-ig. Hogy utána kívánja ezt, az majd eldől. Addig semmiképpen nem szeretnénk ezt hozzájúlni. Ez a lényege ennek a javaslatnak, ennek a tulajdonképpen nyilatkozatnak. Van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatosan? Bizottság megtárgyalta. Én úgy gondolom, hogy jelen esetben így járunk a legbölcsebben. Nem jó időszak ez ilyen feladatoknak még a gondolatára sem. Tudjuk-e támogatni ezt a javaslatot? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2018. március 29-én csütörtökön 15 órai kezdett elülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Amennyiben nincs, megköszönöm a tisztelt képviselő hölgyeknek, uraknak a megjelenését, aktivitását, a hivatal munkáját. További szép napot kívánok mindenkinek, az ülést bezárom.
Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk, jövő heti viszontlátásra mindenkinek!